Sziasztok! Újra itt lennék egy újabb fajta videóval. Ugye volt múltkor egy olyan videóm, hogy az új videó ötlet, vagy valami ilyesmi, és abban volt ilyen, hogy egy adott témát felhozok, és arról beszélek, elmondom a saját véleményemet, érdekességeket mondok róla. Igaz, a mai témáról nem nagyon fogok tudni érdekességeket mondani, mivel ezzel kapcsolatosan nagyon nincs érdekesség. De a saját véleményemet azért csak el tudom mondani róla, meg tudok róla beszélni. Na, de szerintem ne húzzuk az időt. Nézzük meg, hogy nézne ki ez az egész sorozat, ez a témázgató sorozat. A mai nap a YouTube kommentelésről szeretnék egy picit beszélni, YouTube kommentekről. Én igazából olyan 2007 óta vagyok aktív a YouTube-on. Vagyis inkább 2010, mert azóta van YouTube csatornám, nem ez az iPhone-a, hanem korábbi Minecraft-os csatornám, hát persze milyen játékról lenne, hogy a Minecraft. De 2007 óta ismerem a YouTube-ot, de 2007-től 2010-ig még ilyen kis metines videókat néztem, csés videókat és egy rossz PC játékokat persze. És 2010-ben jött meg az ötlet, hát miért nem kezdek el videózni? Akkor még nem volt annyi mindenség a magyar YouTube-on. Ott még bőven volt téma mindenről, de hát persze én játékokról csináltam, miért is nem? Az a kis cinege hangommal. A 2010-ben láttam meg, hogy lehet kommentelni egy videóhoz. 3 éve előtte már aktívabb voltam a YouTube-on. Követtem egy pár embert, és nem tudtam, hogy lehet kommentelni. Hát mondom, úristen, és 2010-ben megtudtam, és mondom, hú, hát én ennyire lemaradtam. És emlékszem, csináltam még egy YouTube csatornát. Láttam embereket, ahogy így kifikázták a videóst, meg ilyenek. Hát mondom, most nem erre van a komment szekció, hogy kifikázok, hanem egy építőkritikát írjunk, nem? Na, szóval láttam, hogy mindenki elküldt az anyjába a videóst. Mondjuk nem egy jó videó volt, azért ezt beismerem, de én odaértem neki, hogy figyeld, ezen meg ezen kéne változtatni, és igazából rengeteg olyan ember van, aki nem építő kritikát ír, hanem csak ennyit, hogy szar a videó, töröld le magad, meg ilyenek. Én ezeket nem értem. Jó, most mondjuk, hogyha egy 9 éves, aki mondjuk fikázza a nagyobb videósokat, meg ilyenek, azt még megértem, hogyha hozzá ilyeneket írnak, de mondjuk egy olyan videóshoz, aki csak mondjuk simán leül, fifázik egy jót, kódozik egy jót, csézik egy jót, vagy mondjuk vlogol egy jót akár. És az olyanok, hogy bocsánat a csúnya beszédért, előre is mondom, te rákod takarodj anyádba. És most ez miért írta? És a videós nem mondott semmi rosszat. Akkor most miért írod ezt rá? Ezek szoktak általában a trollok lenni, meg a 9 éves kisgyerekek, akik azt hiszik, hogy most így menők lesznek. Ez az egyik kategória a trollok. Van még ezen kívül két kategória. Az első, elsőzésgátló, meg ilyenek. Ez a másik kategória. És ennek egy harmadik kategória, az igazából már a pozitív irány. Ugye, akik szép, értelmes kommenteket írnak, nem pedig leanyáznak, vagy elsőznek. Például az én nézőim is általában ebből a pozitív csoportba tartoznak, mert ugye most mondjuk megnézek egy videót, mondjuk a fura történet, vagy egy fura történetet, ott is egyszerűen nem emlékeztél arra, hogy még egyszer kimentél, meg alvajárás, meg ilyenek. Szóval nem azt írok, hogy első, meg meg ilyenek, hanem írnak egy jó kis kommentet, lehet nem hosszú, mert hát én nem várom el, hogy hosszú kommentet írjál, hanem normális, hogyha írsz egy normális, vagy egy kommentet akarsz írni, akkor normálisat írjál. Vagy mondjuk az új videó ötlet. Itt is lenne rá igény. Aha, igen, jó lesz. Szóval nem az, mert már láttam olyat is, hogy valamelyik gyerek tett fel komment a kérdést, videós, és megkapta azt, hogy fúj, de szar vagy, hadd ma abba azt a videózást, meg ez nagyon szar játék, miért ezzel kell játszani? Szóval nem értem azokat az embereket, akik ezeket írogatják. Na, de mondom, hogy én ezekkel a nézőkkel meg vagyok áldva. Nem vagyunk sokan, mert most vagyunk 185-en, és abból érnek 4-5-en, meg lájkolják vagy 10-en a videót, szóval nem vagyunk sokan, de igazából nekem nem az lényeg, hogy minél több feliratkozom legyen. Jó, persze, az is egy cél, de
igazából én annak örülök a legjobban, hogyha van egy jó kis YouTube közösség a csatornán, akik rendeset kommentelnek, nem elsőznek, nem szaroznak. Tudom, ezután a videó után meg fogom kapni, hogy most ilyen szar lett a videó, olyan szar lett a videó. De hát, gyerekek. Lehet szépen is leírni egy építő kritikát. Na, igazából elmondhatjátok a véleményeteket a videó alatt. És hogyha egyetértetek velem, akkor egy lájkot nyomjatok. És megpróbálok jönni újabb videókkal ezután is. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted a videót, és akkor hamarosan jövök újabb videókkal. Na, bye bye!